1883-ban, 140 évvel ezelőtt alapította a város a székesfehérvári SC Árpád szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma jogelődjét, mint városi ipariskolát, mely idő alatt számtalan nevet viselt az intézmény. Az ipariskolát alapítói a haladás, a tudásvágy, a szakmai kompetenciák és a munka szeretetének jegyébe hozták létre, mely tulajdonságok azóta is fémjelzik az iskola hitvallását. A jubileum alkalmából az iskola tanulói egy rendhagyó gálaműsorral készültek a meghívott vendégek számára. Mészáros Attila alpolgármester kiemelte, 140 évvel ezelőtt egy 20 000 lakosú kisváros volt Székesfehérvár, azóta hatalmasat fejlődött, növekedett az intézmény és Székesfehérvár városa is. Az elmúlt 140 évben azt gondolom, hogy kiemelkedő szerepe volt a város és Fehérvár megye ipara tekintetében ennek az intézménynek, hiszen már a kezdetek óta ipari tanonciskolaként, aztán már szakképző intézményként, aztán ma pedig már technikumként képez nagyon-nagyon sok fontos területen szakembert Székesfehérvárnak és a vármegyének. Tóth Ágnes, igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes felidézte, az elmúlt 140 évben az iskolának többféle neve volt. Hívták alapfokú ipariskolának, 320-as szakmunkás képzőintézetnek és Árpád szakképzőiskolának is. Iskolánkat 1883-ban alapították, és azóta elég sok fejlődésen ment keresztül. Az iskolánknak többféle neve volt, illetve többféle képzéseket is folytattunk, többféle oktatási rendszerben dolgoztunk. Mostani 140 éves évfordulós ünnepségre a kollégánk nagyon lelkesen készültek, csak úgy, mint a diákok. Ez az utolsó másfél hét, ez eléggé egy erőltetett menet volt, hiszen most készült el a programoknak a többsége, de nagyon nagy szeretettel készültünk. Az intézmény fennállásának 140. évfordulója alkalmából Tóth Ágnes polgármesteri elismerő oklevelet vetett át a mindenkori pedagógusok áldozatos oktatónevelő munkája és az iskola tanulói által elért eredmények és sikerek elismeréseként. A gálán a köszöntőket követően mozgalmas rendészeti bemutatót láthattak a meghívott vendégek.